napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket! A mai adásunkban a Pest megye szívében található Újhartyánra látogatunk el, hol a sváb gasztronómiában nyerhetünk betekintést. A helyi általános iskola 7. A osztálya mutatja be nekünk. Először is Pocsik Panna, kérlek, mesélj egy kicsit! Szia! Szia! Hát a hartyáni emberek nagyon dolgosak, szorgosak és porolósak voltak. Ez étrendjükben is nagyon látszott. Csak azt ették, amit megtermeltek. Bálint, bemutatnád légy szíves ezt a nézőremet? Legfőképpen káposztát, babot, borsót, répát, krumplit és hagymát termesztettek. Mondtad, hogy az étrendjükből is látszik, hogy milyen dolgosak és precízek is voltak, akkor heti étrendjük is volt? Természetesen. Hétfőn például a vasárnap megmaradt menüt ették, vagy valami levest és tésztát készítettek. Kedden sonkaleves volt főzelékkel és sonkával. Akkor mindkettő fogásot fogyasztottak sonkát? Nem, a sonkalevesből kiszedték a sonkát és a főzelék mellé rakták. Szerdán bableves volt podaggal, vagy pogácsával. És mi az a bodag? Ez egy lepényszerű tészta, amit a leveshez fogyasztották. Csütörtökön leves volt, főzelék, télen pedig tepsis krumpli volt hurkával. Pénteken száraz bableves volt, babos tésztával és savanyúsággal. Ezt az egyik osztálytársunk, Niki nagymamája el is készítette nekünk. Niki, lennél szíves bemutatni nekünk ezeket az ételeket? Szia, Niki! Sziasztok! Szia! Ez itt a pénteki menü, és a mamám csinálta, kosoljátok meg nyugodtan. Nagyon finom! Nagyon finom! Nagyon! Különleges felvétel! Még mindig ezt csinálja a mamám? Igen, minden pénteken ez van, és a család nagyon szereti, úgyhogy nem lehet megújni. Köszönjük szépen a mamának, adták neki az üzenetet, nagyon finom volt. Persze, köszönöm. Szia! Szombaton leves volt és bukta, ez volt a buktana. Vasárnap húsleves volt csirkepörköltel. Még a szombathoz kicsit visszatérve, akkor a buktát saját maguk készítették? Igen, saját maguk készítették, és pont annyit, ami elegendő volt a családnak. És kemencével sütötték? Igen. És most nézzük meg, hogy milyen tradicionális hartyáni süteményeink vannak. Itt már látom, ki vannak pakolva, nagyon jól néznek ki, és nagyon húzták. Elmondod, hogy melyik milyen, mert fogalmam sincs, hogy hogy igen, ez a címet krofni. Ez a farsangi fánk, ez itt a labdarózsa, a hagymás lepény és a herzel. A herz szó az német lehet, és mit igen, jelent? A herzel azt jelenti, hogy szívecske. És igen, ez látszódik is, mivel szívecske formájú alá vannak kiszaggatva. Ott van például egy szívecske, nagyon aranyos. A farsangi fánk, mint tudjuk, az egy tradicionális magyar étel, azt mindig a magyarok farsankkal csinálták. Akkor svábok átvettek magyar szokásokat is? Igen. Bálint, bemutatnád, hogy hogyan is készül a herzel? Természetesen. A herzel, ugye már mondták is, jelentése szívecske, és elkészítése nagyon egyszerű, gyerekek is el tudják készíteni egy kis segítséggel. Hozzávalók a hartyáni szakácskönyvből, a hozzávalókból mindegyikből a felét vettük ki. Így tehát fél kiló liszt kell hozzá, 5 darab tojás, 20 deka margarin és 10 deka házi zsír, 15 deka cukor, fél deka élesztő, plusz egy kis sütőpor, egy vaníliás cukor, egy citromhéja, egy csipet só. A hozzávalókat összegyúrjuk, és az eredmény ez lesz. Ezután kinyújtjuk a tésztát. Zaját egy kicsit beszórjuk liszttel, hogy ne tapadjon hozzá a tészta. A sodrófát is belisztezzük.
és egy újnyi vastagságra kisodorjuk a tésztát. Mint láthatjuk, a hozzávalói azok tényleg nagyon egyszerűek, szinte minden háztartásban megtalálhatók, szóval aki szeretne egy kis édességet enni, mert megkívánja, az egyből el is készítheti. Ezután a következő lépés, hogy kiszaggatjuk a tésztát egy szíveske alakú szaggatóval, igen. Ezután megkenjük a felső felületet egy kis tojás fehérjével, és belemártjuk cukros, diós, ilyen, hát ilyen cukros dióba, igen. És a következő lépés már csak a sütés lesz. Igen. És kész is van. Nagyon egyszerű sütemény. Balinak köszönjük szépen, és a végeredmény az, mint az előbb mutattam, itt is látható. Persze itt már van csillagformájú is, mert a modernabb szaggatóformák is itt láthatóak, de a hagyományos szív az még mindig megmaradt. És ahogy Bálint is elmondta, aki kedvet kapott ezekhez az ételekhez, az a Hartyáni szakácskönyvből meg is tudja őket csinálni. Most pedig az osztályunk többi tagját behívnám, hogy együtt kóstoljuk meg a süteményeket. Mert én is már nagyon megkívántam, és nagyon finomnak néznek ki, úgyhogy gyertek, légy szíves! Én addig el is veszek egy hercet, mert már nagyon megkívántam. Megyelek! Nagyon finom kekszésztája van. Köszönjük szépen, hogy a mai adásban is velünk tartottak. Most egy kis betekintést nyerhettünk tehát a sváb hartyáni gasztronómiai szokásokba. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Jó étvágyat! Televízió. Önökért vagyunk.